arról szeretnék beszélni ezen az eseményen, ami alapvetően a nyílt és szabad szoftverekhez kapcsolódik, hogy az Android, ami sokan a világ legnépszerűbb, vagy legelterjedtebb, vagy egyik legelterjedtebb nyílt forrású szoftverének tartanak, és világszerte nagyjából 200 millió készüléken található meg és fut jelenleg, hogy ez vajon mennyiben is nyílt, kimeríti-e azokat a követelményeket, amiket a nyílt forrású szoftverekkel kapcsolatban megszoktak, vagy megszoktunk fogalmazni. Ahhoz, hogy eldönthessük ezt a kérdést, vagy legalább beszélgethessünk róla, érdemes lenne megnézni azt, hogy mi az a nyílt forrású szoftver. Ez a nyílt és szabad szoftverek fejlesztési szellemiségéhez rendkívül közel álló Wikipédiának a idevágó szócikkét vettem kölcsön, ami azt mondja, hogy a nyílt forrású szoftverek szabadon használhatók, másolhatók, terjeszthetők, szabályozhatók és módosíthatók. Viszont szerintem ez a definíció kicsit összemossa a szabad szoftvert és a nyílt forrást, úgyhogy elmentem az ffsf.hu-nak a weboldalára, ahonnan az opensource.org-ra mutatott egy link, ahol egy elég hosszú definíció van arról, hogy mi a nyílt forrású szoftver. Itt látszik, hogy ennek 10 különféle kritériumnak kell megfelelnie az opensource.org szerint. Ugye ezek közül a legfontosabb ugye szintén a szabad terjeszthetőség, a forrásokhoz hozzáférhetősége, a szabad használat. Tehát nagyjából ez így egybevág a két definíció, de talán ez mégis pontosabb. Ha már azt végigjártuk, hogy mi az a nyílt forrás, akkor beszéljünk kicsit arról, hogy mi az az Android. Nem tudom, van-e itt valaki, aki hallott már az Androidról, tegye fel a kezét. Mindenki. És hadd tegyem fel meg azt a kérdést, hogy ki az, aki szent meggyőződéssel nyílt tekintettel állítja, hogy az Android nyílt forrás a szoftver. Tegye fel a kezét. Ennyire kevesen? Senki? Hát akkor lehet, hogy teljesen felesleges volt ezt az előadást megtartani, de lássuk, hát ha tudok azért egy-két érdekességgel szolgálni. Tehát az Android ugye az Open Handset Alliance égisze alatt mondjuk így a Google vezetésével fejlesztett mobiltelefonos vagy okostelefonos mobil szoftver platform, és ez kétféle formában létezik, hogyha mondhatjuk ezt. Van egyrészt az Android Open Source projekt, ami egy Apache 2.0 licencelésű nyílt vagy szabad szoftver. Ugye ennek részét képezi a Linux kernel, annak különféle könyvtárai, a Dalvik virtuális gép, a felhasználó interfész és a különféle alkalmazások, mint például a webböngésző, vagy az óra, vagy a naptár, vagy a ébresztő. Viszont az Android a világhódító útját, azt mondjuk így, hogy nem ilyen formában érte el, vagy a világuralmat. Ez a 200 millió készülék, ami a világon szanaszét található különféle okostelefonok és tabletek formájában. Nem ebben a formájában létezik, ahogy ezt az open source projekt, Android open source projektnek a weboldaláról bárki letöltheti, ugyanis a készülékgyártók azok számos zárt komponenst adnak ehhez hozzá, egyfelől eszközmeghajtókat, másfelől pedig a saját maguk által fejlesztett zárt szoftvereket, amikre azért van szükség, hogy megkülönböztethessék magukat a piaci versenyben. Egyrészt azoktól a mobiltelefongyártóktól, akik nem Androidot használnak, hanem mondjuk egy saját zárt tulajdonosi platformot, például az iOS-t vagy a Research Emotion féle BlackBerry OS-t. Másfelől ezek a cégek, akik az androidos ökoszisztémán belül léteznek, tehát például a Samsung, Sony Ericsson, Motorola, HTC, ezek egymással is versenyeznek a vásárlók kegyeiért, és ehhez szükségük van arra, hogy saját fejlesztésű, zárt szoftvereket adjanak ki a telefonokra. Egész egyszerűen azért, mert a mobiltelefon iparág az annyira még nem koncentrálódott ugyan, mint a PC piac, de ugyanazokból a hardware komponensekből építkezik a legtöbb gyártó. Tehát alkalmazásprocesszort mondjuk a Texas Instruments-től, vagy a Qualcomm-tól, vagy az Nvidia-tól vásárol, kijelzőt az LG-től, vagy a Samsung-tól, memória chipgyártó is nagyon kevés van, baseband chipgyártó is nagyon kevés van, tehát összességében azt mondható el, hogy ezek a készülékek a formatervüket leszámítva hardwareben rendkívül hasonlóak egymáshoz, és ilyen formán nem adják meg a gyártóknak azt a lehetőséget, hogy ők megkülönböztethessék magukat a piacon, és ezáltal mondjuk a vevőket tudjanak szerezni. Tehát az Android, ahogy ismerjük, ahogy a legtöbbeteknek itt szerintem a zsebében megtalálható készüléken fut, az egy nem nyílt forráskódú szoftver, ugyanis nem fértek hozzá ahhoz a szoftverhez, ami a készüléken megtalálható, hiszen a mobilgyártóknak a zárt szoftvereivel együtt érkezik, egyfelől eszközmeghajtókkal, másfelől pedig alkalmazásokkal. És nem tudom, ezt így hátul mennyire lehet látni, ez egy Sony Ericsson Xperia készüléknek a felhasználói licenszerződéséből készült szkennelés.
Az első bekezdés az ugye világosan kimondja, hogy ez a szoftver a Sony Ericsson Mobile Communicationsnek a tulajdona. A harmadik leghosszabb bekezdés pedig arról szól, hogy ezt a szoftvert semmilyen formában nem szabad visszafejteni, módosítani, illetve továbbadni. Tehát akkor azt hiszem, hogy itt jogosan merül fel a kérdés, hogy az Android, ami ott van nálatok, vagy a 200 millió embernél a világon, az így vajon mennyire nyílt forráskódú. Nem szeretném ezt a kérdést megválaszolni, igazából csak gondolatébresztő előadást tartok, mindenki ezt döntse el maga. A nyílt forráskódú szoftvereknek a licence nem lehet diszkriminatív. Ugye a Google a Apache 2.0 licenc alatt adja ki, vagyis az open source, az Android open source projekt, az egy Apache 2.0 licencelésű szoftver. Ez a licenc az ugyan nem diszkriminatív, de az ökoszisztémát mondjuk így, hogy a kezében tartó Google az meglehetősen annak mondható. Ugye érdemes lehet tudni, hogy egy-egy új készülék és egy-egy új Android verzió megjelenésénél a Google exkluzív hozzáférés biztosít annak a hardware gyártónak az új Android verzió forráskódjához. Tehát jelen esetben például az Android 4.0, ugye az Ice Cream Sandwich, az a Samsung Galaxy Nexus készüléken fog megjelenni, valószínűleg még ebben a hónapban, és ilyenkor a Samsungnak exkluzív hozzáférése van ehhez a kódhoz, tehát ő azt a saját hardveréhez optimalizálhatja, illetve abban a készülékben elérhető más hardverekhez, tehát mondjuk a benne levő kamerához, vagy alkalmazás processzorhoz, és csak azután fogják a többi mobilgyártó, csak azután kapja meg majd az Android 4.0-nak a kódját, miután a Samsung már kiadta ezt a készüléket, tehát mondhatni, hogy a licenc maga ugyan nem diszkriminatív, de a Google üzleti gyakorlata az erőteljesen diszkriminatív. Van még itt egy érdekesség, ugye januárban jelent meg az Android 3.0 Honeycomb, ez volt az első kimondottan tabletekre optimalizált verzió. Már többféle készülék is elérhető a piacon ezzel a szoftver verzióval, ugye a Motorola Zoom, Samsung Galaxy Tab, LG, Lenovo ThinkPad, stb. És itt egy áprilisi blogbejegyzés olvasható Andy Rubintól, aki azt ígéri, hogy amint az Android csapat végzett a szoftvernek mondjuk így a mobiltelefonokhoz való optimalizálásával, ki fogják adni az Android 3.0-nak a forráskódját, ez a mai napig nem történt meg, tehát most már több mint 10 hónapja ez várat magára. És akkor itt megint azt hiszem, hogy így felmerülhet egy olyan kérdés, hogy nyílt forrásnak tekinthető-e az a szoftver, aminek bizonyos verzióit nem adják ki. Tehát a szoftver forráskódja nem hozzáférhető. Illetve van még egy fontos észrevétel, hogy az Android ökoszisztémát, mondjuk, ami a platformon felül van, tehát ugye ezek jelentik a Google saját alkalmazásait, mint amilyen a Maps vagy a Gmail, illetve az alkalmazás bolthoz, az Android Markethez való hozzáférést, azt a Google teljesen egyedi elbírálás alapján biztosítja a bizonyos készülékgyártóknak. Tehát ott van az Android.com-ról hivatkozott mondjuk így, hogy szöveg, ami azt mondja, hogy bizonyos jogi és üzleti okok miatt nem licenceli automatikusan a Google mindenki számára, és ezért minden készülékgyártónak meg kell keresni a Google-t, és egyedi megállapodást kell kötnie vele. Tehát ugye ezt már korábban mondtam, hogy maga az Apache 2.0 licenc az nem diszkriminatív, de a Google üzleti gyakorlata az erőteljesen különbséget tesz gyártó és gyártó között. És ilyen formán akkor megint feltehetjük azt a kérdést, hogy az Android, mint olyan, az nyílt forrással vajon hogy is áll. Ugye a nyílt forrásra tekintetünk úgy is, mint egy szoftverfejlesztési metodológiára. Ugye általában ez úgy néz ki, hogy ugye van egy szoftver, ami elkerül a felhasználókhoz, ők vagy találnak benne valami hibát, vagy javaslatuk van esetleg a továbbfejlesztésére. A forráskódot megtekinthetik, tehetnek javaslatot a javításra ennek ismeretében, majd ez a szoftver karbantartójának a megfelelő beleegyezése után és jóváhagyásával bekerül ebbe a szoftverbe, és mondjuk ez a következő verzióban vagy egy következő patchben benne lesz. Na most ehhez képest az Androidnak a fejlesztése az nem teljesen ezt a sémát követi. Ugye a kezdetben a Google teljesen házon belül mindenféle értesítés és bármiféle roadmap nélkül dönti el azt, hogy mi kerüljön bele egy új verzióba. Majd amikor ez a verzió elkészt, exkluzívan megosztja a launch partnerekkel, tehát jelen esetben mondjuk a Samsunggal, és amikor a Samsung elkészült ennek a készüléknek, mondjuk a Galaxy Nexusnak a kifejlesztésével, és kiadta ezt a terméket, utána kerül bele a rajta futó szoftver az Android Open Source projektbe, és csak itt kezdődhet meg az a fajta körforgás, ami a nyílt forráskódú szoftvereknek, vagy a nyílt forrás a szoftverfejlesztési metodológiát jellemzi, és amit az előző ábrán már bemutattam. Egyébként azt még érdemes tudni, hogy
az Android Open Source projektben a részvevő, mondjuk így, hogy érintettek, azok leginkább ugye mobiltelefongyártók, chipsetgyártók, tehát viszonylag ritka esetnek tekinthető az, amikor egy átlag felhasználónak a kódját végül beépítik az Androidba, és még azt is érdemes lehet tudni, hogy ugye az Android Open Source projektből jön létre mindig a következő Android verzió, tehát mondjuk a 4.0 után akkor tegyük fel, hogy az 5.0 lesz a következő, de az megint teljes egészében a Google-nek a, mondjuk így, hogy a teritoriuma, hogy abba mit vesz át ebből a projektból, és mi az, amit esetleg kihagy belőle. Tehát mondhatni, hogy az Android az úgy hódította meg a világot, hogy mondjuk így, hogy a nyílt forrás kódúságával, hát azt mondanám, hogy nem, még az itt jelenlevők sem értettek teljesen egyet, annak ellenére, hogy ugye a legnépszerűbb nyílt forrás kódú, vagy szabad szoftvernek, vagy egyik legnépszerűbb nyílt forrás kódú szoftvernek szokták ezt apostrofálni, és a fejlesztési módszere sem teljes egészében követi azt, amit úgy klasszikusan a nyílt forrású szoftverektől elvárnánk. De azért így tegyük már fel a kérdést akkor, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, vagy mit adott nekünk az Android az ökoszisztéma különböző szintjén, hogy egyáltalán szerepet játszott-e ebben bármiféle formában az, hogy az Android az nyílt vagy zárt, adott-e ez bármifajta előnyt. A válasz erre azt mondhatni, hogy igen vagy nem. A Google ugye a Linux kernelre építve, ami egy nyílt forrású szoftver, és talán a legklasszikusabb értelemben vett nyílt forrású szoftver, ugye 2,5 év alatt gyakorlatilag a legnagyobb mobiltelefonos ökoszisztémát tudta létrehozni az Android alapjaira építve. Több mint 190 millió eladott készüléket jelentett be október közepén, amikor a 4.0-as verziót bemutatták a Google főhadiszállásán. Ez nyilván azóta a mai napig tehát növekedett. És ezen ugye rajta vannak a Google-nek a saját szoftver és szolgáltatásai. A cég számára valójában ugye ez az üzlet, hiszen a Google bevételének, nem tudom ezzel itt mennyien vannak tisztában, a Google bevételének majdnem 100%-át, tehát 95%+ hirdetési bevételekből szerzi, és a cég számára fontos az, hogy minél több internetezőt, minél több felhasználót tudjon elcsábítani, és a saját platformjára, a saját ökoszisztémájába bevonzani, akik aztán később interneteznek, Google keresést használnak, Google alkalmazásokat használnak, és rengeteg hirdetést töltenek le. A mobiltelefon gyártók számára az Android az egy mentőövként érkezett, hiszen 2007-ben, amikor megjelent az Apple iPhone, akkor gyakorlatilag egy csapásra elavult át, tehát minden más a piacon. És hogyha megnézzük, hogy akkoriban milyen szoftverplatformok voltak elérhetők a mobiltelefongyártók számára, hát volt a Windows Mobile, meg a Symbian, egyik se veszi fel a versenyt az iPhone-nal. Kapóra jött a legtöbb cégnek az, hogy megjelent az Android, és ami egy modern, kimondottan touchhoz, vagyis érintéses vezérlésre optimalizált okostelefonos platform volt, amire ráadásul Java-ban lehet fejleszteni, tehát nem kellett a fejlesztőknek se teljesen új dolgokat megtanulni, és pillanatok alatt rengeteg készüléket tudtak értékesíteni a világszerte. Azt még érdemes itt tudni, hogy a Google egy fillért nem kér a készülékgyártóktól az Androidnak a használatáért. Az más kérdés, hogy az Android körül azért elég sok szabadalmi vita van, és ugyan elképzelhető, hogy mondjuk például a Samsung, a Google-nek ugyan nem fizet egy fillért sem az Androidért, de a Microsoftnak például köteles az Androidban felhasznált szabadalmak után jogdíjat fizetni, tehát mondjuk azt nem mondhatni, hogy a gyártók ingyen jutottak hozzá, de mondjuk valószínűleg jóval olcsóbban, mint hogyha egy zárt platform mellett szavaztak volna, illetve megadta még a gyártóknak a tervezési szabadságot, hiszen az Android a Linux révén nagyon sok és változatos készüléken futtatható, sokféle processzoron, sokféle méretű kijelzőt támogat, stb. Tehát egy eléggé hardware szempontjából is változatos lett az androidos lenckép, hogy így mondjam, tehát nem az van, mint az iPhone-nál, hogy van egy darab készülék, egyfajta kijelzővel, egyfajta beviteli lehetősége, hanem tényleg van ilyen kvert is, olyan kvert is, touchos, kicsi, nagy, tablet, telefon, tévé, minden van. Illetve még azt érdemes lenne tudni, hogy ugye vannak olyan gyártók, akik az Open Handset Alliance-nek nem tagjai, viszont az Androidra építve egy saját párhuzamos ökoszisztémát alakítottak ki. Ilyen például a Barnes & Noble, amelynek a Nook nevű e-könyvolvasó tabletjén Android alapú szoftver fut, illetve az Amazon Kindle Fire-ről is talán sokan hallottak már itt, ami az Amazonnak a hasonló próbálkozása. Ugye azt érdemes tudni, hogy ezeken a készülékeken a Google saját alkalmazásai, valamint a Google alkalmazásboltja az nem érhető el, viszont a készülékgyártók azt gondolják, hogy
nem a platform, nem az operációs rendszer adja a felhasználók számára az értéket, vagy a piaci megkülönböztetést, hanem a készüléken elérhető szoftverek és szolgáltatások, és jelen esetben például az Amazon, akinek hatalmas ugye e-könyv olvasó, e-könyv reader alkalmazása van, rengeteg letölthető és kölcsönözhető könyvvel, streaming videó szolgáltatása úgy gondolja, hogy ezeknek a segítségével tud versenyezni a Google-lal, és láthatóan egyébként hatásosan, nem tudom ezt így mennyire vált ismerté Magyarországon, hogy az Egyesült Államokban a Kindle Fire előtti, mondjuk így, hogy előrendelési roham az majdnem akkora, mint annak idén az iPad esetében volt, ami azt hiszem egyébként nem egy kis szó. És akkor nézzük meg, hogy mit adott az Android a felhasználóknak, hogy profitáltak-e a felhasználók abból, hogy az Android az nyílt forrású alapokra építkezik. Egyfelől igen, mert egy gazdag mobil ökoszisztéma jött létre, az Android vásárlók sokfajta készülékből vásárolhatnak, elérhető számukra egy App Store, vannak Google és mások által fejlesztett szolgáltatások, amiket igénybe vetnek a készülékeiken. Viszont az open source-nak úgymond a klasszikus előnyeivel ők nem találkoznak, tehát a náluk levő telefonon levő szoftver forráskódját ők nem ismerhetik meg, nem tudnak benne hibákat keresni és javítani, illetve az sem igaz, ami általában az open source szoftverekre igaz szokott lenni, hogy gyakran jönnek a hibajavítások és frissítések. Szerintem így biztos, hogy mindenki hallott olyan telefonokról, amiket annak idején a gyártója kiadott mondjuk az Android valamelyik verziójával, és aztán utána soha többet nem kapott rá frissítést. Nyilván ennek az az oka, hogy egy készülékgyártó számára az adja a nagyobb bevételt, hogyha elad egy új készüléket, ami lehet, hogy akár teljesen ugyanarra a hardware platformra épül, mint az előző, viszont új Android fut rajta, ezt el lehet adni új telefonként, egy meglevő telefonon szoftvert frissíteni nem akkora biznisz. És még érdemes lenne azt itt kiemelni, hogy a felhasználó számára az ökoszisztéma, amit egy okap, és ami miatt valójában ezt megvásárolja, tehát ő szoftvereket akar letölteni, mondjuk az Android Marketről, el akar érni különféle szolgáltatásokat, mint mondjuk a YouTube, vagy a Foursquare, vagy a Facebook, vagy stb. Tehát ezek a rétegek az ökoszisztémában, ezek a felhasználók továbbra is teljesen zártak, tehát ilyen szempontból a felhasználó szintjén azt mondanám, hogy teljesen mindegy az, hogy az Android az nyílt vagy zárt, hiszen a felhasználó számára ez nem egy különösebben releváns tényező. Talán itt már kicsit talán előre szaladtam, ugye az előbb már mondtam, hogy a felhasználó még öntudatlanul is egy ökoszisztémet választ, tehát hogyha valaki egyszer mondjuk az Androidra szavaz, és elkezd az Androidos alkalmazásokat letölteni, megvásárolni a boltból, akkor valószínűleg jövőben is újra Androidos készüléket fog venni, hiszen már rendelkezik egy olyan fajta elkötelezettséggel, mondjuk megvásárolt korábbi szoftverekkel, amik mondjuk más szoftverplatformon nem futnának. Tehát ha valaki, nem tudom, letöltött mondjuk 100 androidos alkalmazást, akkor nem biztos, hogy annak megtalálja mindegyiknek mondjuk az iOS-es megfelelőjét, vagy ha meg is találja, lehet, hogy újra ki kell őket fizetni. Az ökoszisztémának viszont ugye nagy hajtóerőt adott az, hogy az Android az nyílt forráskódú alapokra építkezik, mert a gyártók könnyen tudták adaptálni akár egy új készülékverzióhoz, vagy egy másfajta formátumú készülékhez, valamint nem kellett azzal foglalkozniuk, hogy nulláról egy teljesen saját új ökoszisztémát építsenek ki, hanem kézbe kapták gyakorlatilag, és ezen ők aztán elkezdhettek innoválni zárt és saját szoftvereket, meg szolgáltatásokat, amikkel vonzóvá tudták tenni ezeket a készülékeket. De azért azt így érdemes fejben tartani, hogy az Android, mint ökoszisztéma, az egyáltalában nem nyílt. Tehát ha valaki az Android ökoszisztémára szavazott, akkor gyakorlatilag ő a Google kezébe tette az életét, és rábízta magát arra, hogy a Google milyen irányba fogja elvinni az Androidnak a fejlesztését a jövőben, milyen szoftvereket fog rá kiadni, milyen szolgáltatásokat tesz rá elérhetővé. Úgyhogy ilyen formában mondjuk így, hogy a nyitottság az ökoszisztéma szintjén az már egyáltalán nem érvényesül.